Felsőpakonyon október 23-án kora este a Laguna rendezvényházban emlékeztek meg a 62 évvel ezelőtti történelmi eseményekről. A köszöntőt mondó pedagógus arra hívta fel a figyelmet, hogy 1956 a magyar nép egyetemes boldogsága volt. Maga a mennyország volt az a 10 nap. Boldogságban úszott az egész ország. A durvák megszelidültek, az árkozottak kinyíltak, a zsugorjak bőkezűvé váltak, a keserűek elmosolyodtak. Sőt, a reményt vesztettek, bizakodni kezdtek. Örömmámor áradt szét a szívekben. Jó volt Magyarországon élni, jó volt magyarnak lenni. Így maradjanak meg emlékeinkben ezek a napok. 1956 a magyar nép nagy és egyetemes boldogsága volt. Szép és dicső. A bal sorssal tépő történelmém időközepette meleg sugárzás és fénylés. Ünnepi beszédében Nagy János polgármester azt hangsúlyozta, hogy az október 23-ai kettős ünnepet szerte a világon megtartják, ahol magyarok élnek. Ez a jeles nap 1989. október 23-a volt a kettős nemzetű ünnep Magyarországon. Az 56-os forradalom kitörésének és a 89-es magyar köztársaság kikiáltásának napja. Szerte a világon ünneplik, ahol magyar ajkú emberek élnek. Mégis úgy érezni, mint az ébredésünk, a szélesebb tömegek igazi, belülről fakadó ünneplése csak nagyon lassan voltakoznak ki. Persze évtizedeken át sokat tettek ezért. Vajon mit üzen nekem, mit üzenhet nekünk 56 forradalma? Milyen érzések, gondolatok élhetnek azok szívében, akik nem élték még, akik nem éltek még a forradalom idején, és majd méltók vagyunk-e elődeik hagyatékához, tudunk-e élni a kivívott szabadságban? Engedjék meg, hogy gondolataimra az 56-os egyes események és forradalom előzményeinek vázlatos felidézésével kezdjünk. Az 1956-os forradalom népünknek a diktatúra elleni forradalma és a szovjet megszállása elleni szabadságharca a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákok békés tüntetésével kezdődött október 23-án és a fegyveres felkelők ellenállásának szétzúzásával fejeződött be november 11-én. Tüntetés, a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója a fegyvertelen tömegelők véres sortűz következményeként fegyveres felkeléséről, amely a kormány bukásához, a szovjet csapatok visszavonulásához vezetett. Visszaállították a több párt rendszer. Az ország a demokratikus átalakulás útjára lépett, az új kormány tárgyalásokat kezdett a Szovjetunióval csapataik teljes kivonásáról, az ország semlegességéről. A szovjet politikai vezetés azonban meggondolta magát. Miután a nyugati nagyhatalmak is biztosították arról, hogy nem nyújtanak segítséget a magyar kormánynak, november 4-én a szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak hazánk ellen. A túlerővel szemben egyedül maradt az ország, és a több napon át folytatott szabadságharc végül elbukott. Statisztikai adatok szerint a harcokban 2652 magyar honfitársunk hunyt el. 19226-an sebesültek meg, és több mint 4 millió menekültek nyugatra. 1957. januártól tömegesen bebörtönözték a forradalom résztvevőit, sokukat kivégezték. A forradalom leverését követő hosszú évtizedekben a forradalmat ellenforradalomnak bélyegezték, tilos volt erről az időszakról beszélni. Kedves ünneplő közösség! Rövid történelmi áttekintés után adódik a kérdés. Ugye elődeink nem hiába ontották vérüket, a főváros, a vidéki városok, falvak, utcák, terek, kínzókamrányok. Nem hiába vonultak számüzetésbe, éheztek, robotoltak a munkatáborokban. Ugye nem hiába álmodtak egy demokratikusabb világot, és haltak meg érte. Akik akkor még nem éltünk egészen 89-ig, mint ellenforradalmat ismertük 56 eseményei, amit néhány azok mondattal elintéztek a történelemkönyvekben. És hogy miért sejtettük mégis, hogy máshol van az igazság? Mert a magunk családjában, a magunk környezetében is megvoltak a sajátos tapasztalataink. Emlékszünk a szülők, nagyszülők szorongásaira, félelmeire, témával kapcsolatban. Aztán elkövetkezett 89, a változás éve. Visszakaptuk az 56-os reményeinket, a felelősségünk azonban annál nagyobb.
A nagyközség önkormányzata felkérésére Farkas Évi színművésznő és a helyi dalkör ünnepi műsorral és a 62 évvel ezelőtti emlékek felelevenítésével tisztelgett a hősök előtt. Én Örkényen a Ötös út mellett lakom, és mikor jöttek a tankok és az autók felszerelkezve katonákkal, fegyverekkel, mindenki kiszaladt az utcára, a nagymama is kiszaladt a kisonokával, és sajnos eldördült egy lövés, és sajnos a pici lányot meghalt, és a faluba hősi halottán állították egy kislányt, és szobrot állítottak neki. A Kaleidoszkóp színpad műsora után az 1956-os emlékműnél koszorúztak a felsőpakonyiak. William.